Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kismenek József, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, volt katonai attasé. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! Híresztelésekkel ellentétben kicsattanó egészségbe már, most még Skype-on, de a jövő héten már személyesen is láthatják a mi kedves szakértőnket. Hát akkor üljünk föl a varázsszőnyegünkre, és először és mindenek előtt a távoli Oroszországba menjünk. Moszkvában tárgyalásokat folytatnak egy amerikai újságíróval, aki a bíróságon, aki előzetes letartóztatásban van. Szerinted Moszkva ki fogja cserélni, vagy kémkedésért elítéli azt az újságírót, aki több nyugati médiának a tudósítója? Hát ilyenkor mindig az attól függ, hogy mit kap cserébe. Tehát a kicserélés az azt jelenti, hogy másik oldalon ki az, akit kiadnak az amerikaiak, és ettől kezdve lehet ebben a kérdésben tárgyalni. Valamikor megegyeznek, valamikor nem. Ha nagyon súlyos dolgot követett el az illető, mondjuk az Orosz Föderáció ellen, akkor ebben az esetben azért nem egy könnyű dolog. Elhúzódhat hosszú ideig, sőt, akár meg is tagadhatják. De kérdés az, hogy a másik oldalon mi van. Beindult egy kémkedési kampány, azt lehet látni. Egyébként korábban is volt, de a háború ez még felfokozta ezeket a kedélyeket, és ezt nem csak az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció között lehet látni, hanem Nyugat-Európa és Oroszország között is, különös tekintettel Nagy-Britanniára. Tehát azt lehet látni, hogy van itt egy olyan folyamat, ami elindult és nehezen kezelhető. Az újságíró többek között a Wall Street Journalnak a munkatársa, és természetesen a szerkesztőség kiáll érte. Ugyanakkor súlyosbító körülmények között nem megerősített hírek szerint azt is szemére vetik az oroszok, hogy előtte, még fiatalabb korában több esztendőt töltött el az újkori zsidó államban, azaz Izraelben. Hát akkor mindjárt felmerül egy olyan kérdés, hogy nem esetleg több ügynök, tehát több országnak az ügynöke, úgyhogy ez még bonyolítja a helyzetet, de ilyenkor hatóságok egyeztetnek egymással. Tehát a szülei szerint egyszerű hétköznapi újságíró. Aki... Hát, hogy a szülők mit mondanak, az teljesen természetes dolog, a szülők részéről a legrendesebb ember a világon, meg egyébként a szomszédok részéről is, de itt a helyzet az, hogy ennek a bizonyítása azért nem olyan egyszerű feladat. Én úgy gondolom, hogy ez egy ideig eltart, még azt fogják mondani, és teljesen kiderítik a kapcsolati körét, mit tett, hol tett, merre járt, milyen különböző legendákat mondott el, ami alapján lehet ellenőrizni, hogy megfelel a valóságnak, vagy nem, és hát ez segítheti a nyomozás adott esetben. Ha van egy olyan politikai szándék, és ez a kémkedési ügyek mindig politikai szándékhoz kötődnek, hogy az adott ország vezetése mit akar elérni. El akar-e érni egy rosszabb viszonyt a két ország között, vagy azt mondja, hogy oké, rendben van, engedjük el ezt a témát. Az előző fogoly cserénél egy amerikai kosárlabdázott, akit azzal vádoltak, hogy drogkereskedéssel foglalkozik, és cserébe az amerikaiak szabadon engedték az orosz elnök egyik legfontosabb fegyver nagykereskedőjét. Én úgy gondolom, hogy ez mindig attól függ, hogy mit követett el az illető. Tehát, hogyha olyan súlyos károkat okozott az adott országnak, akkor azért nem szívesen engedik el, és ez időben azt jelenti, hogy elnyújthatja a folyamatot, vagy egyáltalán sok éven keresztül. Gondoljuk csak például a Polár ügyre, hány éven keresztül húzódott két baráti ország között, ugye, Amerika Egyesült Államok és Izrael. Mi volt ennek az oka? Hát az, hogy olyan súlyos titoksértés követett el az Egyesült Államokkal szemben, mire azt mondta az amerikai vezetés, hogy szó nincs róla, kiengedjük. Hát igen, nem volt egyszerű a szabadon bocsátása, hosszú éveket töltött amerikai börtönben, és annak idején Shamir volt a miniszterelnök, és egy titkos táviratban azt mondták, hogy nem kell beengedni őt a követségre, ott kért volna menedékjogot, de hát ez nem tudott eljutni odáig. És az amerikai elhárítás...
Én a tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy milyen anyaghoz fért hozzá. Tehát ilyenkor az elhárítás megnézi, hogy milyen anyaghoz fért hozzá, minősített anyag, ami ártat az országnak. Milyen kapcsolatai voltak, akik révén hozzájuthatott ilyen anyaghoz, nyilván azok ellen is eljárást indítanak, tehát ez egy hosszabb folyamat, amit fel kell göngyölíteni, és utána lehet csak értékítéletet alkotni. Sajnos a háború Oroszország és Ukrajna között tovább folytatódik. Most már nem lehet eldönteni a laikusoknak, hogy igazából mi a hír. Hisz Oroszország azt mondja, hogy súlyos csapást mértek Ukrajnára, Ukrajna azt mondja, hogy viszont csapásokra készülnek. A kérdés csak, hogy mikor fognak megérkezni a harckocsik, Portugáliából, innét, onnét, és nagyon érdekesen harmadik Károly berlini beszédében is említést tette erről. Igen, nagyon érdekes volt a beszéd, tehát azon kívül, hogy németül megköszönte azt, hogy az édesanyjával kapcsolatban hogyan viselkedtek a németek, meg hát egyáltalán egy brit király megjelenik Berlinbe, miután eredetileg nem is oda készült, hanem Párizsba, de hát itt az események bezavartak. Nagyon pozitívan nyilatkozott, és látszott a németeken, hogy igen tetszik nekik, amit mondott a király, és hát tulajdonképpen lehet azt látni, hogy Nagy-Britannia melegít Németország felé is. Nagy-Britanniának nagyon rosszul jött ki ez a Brexit ügy, kilépés az Európai Unióból. Azért ők világosan tisztában vannak azzal, hogy az Európai Unióval is jó kapcsolatot kellene építeni. Hát egyelőre ez nem megy olyan nagyon egyszerűen, mert mindent előről kell kezdeni. Nem értenek egyet az Unió részéről egy gyors visszavételen. Egyelőre még persze határozottan meg sem fogalmazódott ez Nagy-Britanniában, de vannak olyan hangok, hogy nem volt egy szerencsés dolog az, hogy ezt a Brexitet megvalósították. Én úgy gondolom, hogy ez a látogatás abból a szempontból is fontos, hogy a német, illetve a brit kapcsolatokat felmelegíti, mert ugye tudjuk azt, hogy a brit-amerikai kapcsolatok rendkívül szorosak. A német-amerikai kapcsolatokban, hogy nagyon udvarias legyek, vannak bizonyos törésvonalak, vannak bizonyos gazdasági érdekek, amelyek nem ugyanazon a nevezőn vannak, és úgy látom, hogy ezen is próbál egy kicsit a király egyengedni. Függetlenül attól, hogy a királynak politikai szerepe úgy komolyan nincsen, de ettől függetlenül azért a király csak király. És akkor már is a repülő szőnyegünkkel a közel-kelet belpolitikai játszóterén vagyunk. Már a Villadóra az Ajalon gyorsforgalmi út megint zárva volt 2,5 óra hosszat, viszont ez alkalommal nem a törvényhozás ellen tüntetők, hanem mellett tüntetők a jobb oldal tüntetett. Hát nem több tízezer ember, hanem pár száz ember jelenlétében. Eléggé hangosak voltak, viszont a rendőrség érdekes módon nem oszlatta fel őket sem bizágyúval, sem utorlaszokkal. Minek köszönhető ez? Én úgy gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy az kormány mindenféle nagyon kemény erőszakról, amit egyébként alkalmaztak, csak gondoljunk a lovasrendőrökre, gondoljunk a vízágyukra, ami azért mindennapos dolognak nem nevezhető Izraelbe, és én úgy látom, hogy egy kicsit a miniszterelnök megrettent. Tehát megrettent attól, amit történtek, megrettent attól, hogy ennyi ember kiment az országba, az utcára, Izraelen belül, nem csak Tel Avivban, hanem Jeruzsálemben is, sőt, még a magánrezidenciája körül is megjelentek. Tehát itt azért lehet látni, hogy a Netanyahu egy kicsit aggódik amiatt, hogy hogyan alakulhat Izrael jövője. Aztán nem beszélve arról, hogy emögött azért van egy amerikai-izraeli kapcsolatnak a meggyengülése is, hiszen az amerikaiak elég kemény kritikát fogalmaztak meg Izraellel kapcsolatban, legalábbis a törvényt illetően. Tehát én úgy látom, hogy próbálnak szépen lassan visszatáncolni, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e jövő hónapban egy olyan döntés, hogy mégiscsak el fogják fogadni ezt a törvényt. De az a jelzés is, hogy a védelmi minisztert még pillanatnyilag nem mentették föl, ez arra enged következtetni, hogy Bibi nem szeretne semmiképpen egy akkora törést kialakítani a kormányon belül, ami esetleg elviheti őt. A börtönben nem is megy, de a kormánya megbukik. Ezt meg nem szeretné. Értem, de ha visszamegyünk, és erre te még emlékszel, az Obama időkre, amikor Amerikában Obama, Jeruzsálembe Benjamin Netanyahu, hát nem igazán értettek mindenbe egyet, ennek ellenére a hadsereg Amerikába delegált képviselői a honvédelmi miniszteren keresztül zökkenőmentesen kapták meg, amire szükségük volt.
Én úgy érzem, és ez a kérdésem pontosan hozzád, hogy nem talán ez az oka annak, hogy végül is Bibi visszatáncol a kirúgásból, hisz lehetetlen, hogy egy ilyen folyosó is bezáruljon. Hisz a hadsereg is aggódik, meg a Pentagon és a képviselők között tulajdonképpen a honvédelmi miniszter egy folyosónak, tárgyaló folyosónak, ami az oxigént adja, szükség van rá, nem? Teljes mértékben így van, hát azt mindenki tudja, legalábbis aki Izraellel foglalkozik, az tisztában van azzal, hogy az izraeli külpolitikát nem a külügyminisztérium irányítja, különösen az Amerikai Egyesült Államok irányában, hanem a Védelmi Minisztérium. Tehát a Védelmi Minisztériumok közötti kapcsolat az rendkívül fontos, rendkívül szoros, és hogyha valami történik, akkor nyilván ezen a vonalon próbálják legelőször elsimítani az ügyeket. Ez az egyik oldal a dolognak. A másik oldala pedig az, hogy nyilvánvaló, hogy azok a védelmi megállapodások, amelyek léteznek Izrael és az Egyesült Államok között, Izrael biztonsága szempontjából rendkívül fontosak. Tehát ezt feláldozni nincs az a miniszterelnök, aki ezt megmerné tenni. Tehát nyilvánvaló az a szándék a Netanyahu részéről, hogy ezt a vonalat továbbra is fenntartja. És pontosan ez is benne van az, hogy nem mentette fel nagyon gyorsan a védelmi miniszterét, azt jelenti, hogy ő nem akar egy nagy konfrontációba belemenni. Tehát jó lavírozó képességgel rendelkezik, az már több alkalommal tapasztaltuk. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a védelmi területen azért Izrael és az Egyesült Államok között az elmúlt évtizedek során olyan szoros kapcsolat alakult ki, amit nem lehet egyszerűen abba hagyni, nem lehet negligálni, és nyilvánvaló, hogyha bármilyen súlyos probléma adódik Izraelbe, akkor, ahogy szokták mondani, Amerika itt van mögöttünk. Pályára került az OFEC 13, az izraeli légipari művek, és nagyon érdekes, hogy magán a hordozó rakétán először a légipari műveknek az emblémája jelent meg, utána Izrael zászlója, utána az izraeli katonaságnak az emblémája, majd most, amikor az OFEC 13 teljesen a pályára került, átadták a legbelsőbb elhárításnak a műhold irányítását. Mit kell ebből értenünk? A közlemény szerint ez a műhold képes a világ minden pontján hallani és látni, még nagyon rossz időjárási viszonyok között is. Hát ezek az OFEC műholdak egyébként már több évtizedes fejlesztésre nyúlnak vissza, és hát minden évben egy új változat jött ki, illetve hát különböző szoftver frissítéseket hajtottak végre. Valóban rendkívül korszerű. Na most tudjuk azt, hogy a műhold adatokat nem osztják meg egymással, tehát Izrael nem adja át az Egyesült Államoknak ezeket az információkat, legalábbis nem direktbe, hanem ők előbb kiértékelik, és majd megmondják, hogy mi az, amit átadnak, és mi az, amit nem adnak át. De ugyanígy van az amerikaiak részéről is. Tehát például a Golánon lévő amerikai megfigyelő állomásoknak az adatait, azt elsősorban az amerikaiak kezelik, aztán majd eldöntik, hogy mit adnak át, mit nem adnak át. Ebben vannak nyilván rendkívül érzékeny információk. De hát ezekről az OFEC műholdokról azt lehet tudni, hogy folyamatosan fejlesztésre szorulnak, hiszen látjuk azt és tudjuk azt, hogy a másik oldalon, Iránra gondoltam, ott is egy nagyon komoly műholdas program indult be, ebben segítséget nyújtanak számukra az oroszok, és hát ne nézzük le az oroszokat ebből a szempontból, tehát nyilván, hogy ők is rendelkeznek megfelelő információval, és hát itt akinek jobb a készüléke, akinek jobb szoftverei vannak, azok nagyobb területet tudnak lefogni, és pontosabb információ birtokába kerülnek. Ezzel nem az izraeli belpolitikának is szólt, hogy a kilövés, illetve az elstartolás és a pályára állás minden mozzanatát élőbe közvetítették, és olyan dokumentumokat is láthattunk magáról, a műholdról, amit úgy általában nem szoktak közzé tenni. Hát ebben van egy propaganda is természetesen, meg az, hogy a Simmet kapja az információkat, az azt jelenti, hogy itt ez a műhold nem csak külföld irányában dolgozik, hanem Izraelen belül is. Tehát nem meteorológiai megfigyeléseket végez. Igen. Nyilvánvaló, hogy erre is szükség van. Most nem feltétlenül az izraeli állampolgárakra gondolok,
hiszen vannak más kihívások is Izrael területén, akár külföldi erők részéről is, meg hát ne kerülgessük, mint macska forrókását. A palesztin területeken is vannak elég érdekes mozgások az elmúlt időszakban, különös tekintettel a területekre, tehát Cisziordániára, és hát nyilvánvaló, hogyha ezt a Sinbet kapja meg ezeket az információkat, akkor ezek belbiztonsági szempontból is jelentősek, tehát nyilván nem csak kifelé dolgoznak ezek az állomások, hanem az országon belül is. Értem, búcsúzóul engedd meg, hogy egy amerikai közleményt tegyünk közzé. Minden olyan kedves nézőnk, aki a magyar nyelvet ismeri, és ezekben a pillanatokban Oroszország területén tartózkodik, és amerikai állampolgár, kéretik azonnali hatállyal Oroszország területét elhagyni, és visszatérni az Amerikai Egyesült Államokba. Tehát megismétlem, minden olyan amerikai állampolgár, aki ezekben a percekben Oroszország területén tartózkodik, hagyja el Oroszországot, és térjen vissza az Amerikai Egyesült Államokba. Eddig a közlemény, mindenki értsen belőle, amit szeretne. Neked nagyon kellemes, egészséges hétvégét kívánunk, Shabbat Shalom, és a jövő héten személyesen is készüljünk az ünnepekre. Az elmúlt negyed órában dr. Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, volt katonai attasét látták és hallották.